Rót István a Tárkányi Polgárőrség vezetője és a lopott bicikli megtalálója stábunknak megmutatta, hol buktatta le a tolvajt. A polgárőrökhöz is eljutott a hír, hogy eltűnt egy bicikli a faluban, ezért elindult körülnézni, és észrevette, hogy valaki kacsázik az úton. Ide ér közel hozzám, kiszállok, hát mondom neki, hát te meg ezt a kerékpárt honnan hoztad? Hát mondom, ezt a kerékpárt keresi a rendőrség. Szóval mondta, hogy a Mikié. Hát mondom, az a rokonodnak a kerékpárja, és már a helyszínelők voltak kint, és keresik a kerékpárt. Az csak vigyorgott rajta. És megígérte, hogy visszaviszi. Azt mondta, csak kölcsön vette a biciklit, mert bográcsozni indult, és bablevest akart hozni. Nem gondolta, hogy rokona bejelentést tesz a rendőrségen. A férjemnek azonnak a öccse vitt el. Hát úgy gondolta, hogy rokon, és akkor ő elviheti. De a feljelentést megtettük, mert hát most... Na, nézzük azt, akárhogyan nézzük, rokon, nem rokon, a zárt udvarból, ha eltűnik valami, az akkor is lopásnak minősül. Innen az ablak alól vitte el a férfi a biciklit. Tolnaiék reggel vették észre, hogy eltűnt, és rögtön hívták a rendőröket. Akkor még nem tudták, hogy az egyik rokonuk lopta el. A család azt mondja, a férfinek nem először volt rendőrségi ügye. Nincsenek jobban, a férfi gyakran iszik, most is erre hivatkozott. Ez volt az indok, hogy nagyon részeg volt, és ő azért vitte el. A kerékpárjukat még aznap délután visszakapták, de a feljelentést nem vonták vissza.